alaposan meglepte ugye a piacokat a Fed, amikor itt végülis a Ben Bernanke utolsó hónapjaiban hát elkezdte ezt a nevezetes QE3 programot csökkenteni, vékonyítani. Ugye megjött a tapír, és akkor most a feltörekvő piacokon egy kis probléma adódott, mégpedig hát elkezdődött a tőke kimenekítés, és elég nagy zuhanás volt a török-magyar piacon például, hát ezt így közvetlenül láttuk. Mi lesz így 2014-ben, hogyha szépen lelassul nullára a Fednek a programja, akkor számítsunk itt drámára, vagy mire számítsunk forint árfolyammal kapcsolatban, illetve lesz-e világpánik, vagy feltörekvő piaci pánik? Azt gondolom, hogy igen. Tehát nekem ez egy olyan jelzés, illetve egy olyan folyamatokon kezdenek kibontakozni a háttérben, ami abszolút nem kedveznek, nem csak az emerging, vagy a feltörekvő piacoknak, de a fejlődőknek sem. Ugyan a Q2-Q3, tehát a két utolsó szakasza ennek a monetáris lazításnak, lazítás programnak közvetlenül nem hatott az emerging piacokra, a feltörekvő piacokra. Erre vannak kimutatások, amit nagyon szépen mutatják, hogy az elsőnek még voltak hatása, de az utolsó kettőnek direkt hatása nem volt. Ez nagyon érdekes, mert mindenki azt mondja, hogy igen, de ami valójában történt, az ugye az volt, hogy a Fed ezen a programon keresztül menedzselte a várakozásokat, legalábbis ez az én olvasatom, hiszen vette a hosszú kötvényeket és adta cserébe a rövideket, ezzel leszorította a hosszú kamatokat, és akkor egy kicsit ösztönözte a fogyasztást, a bankokat egy nagyobb kockázatvállalásra, stb. Miközben ugye az emerging piacokon, elnézést, hogy mindig így mondom, de talán ez könnyebb. Az emerging piacokon ugye fönn voltak a kamatok, és a carry játék az meg tudott indulni. Tehát a alapkülönbözetre lehetett játszani, tehát indirekte végül is megtalálták ezeket a piacokat. De azóta mi történt? Azóta az történt, hogy ugye fogy a taperinggel fogy a pénz. Vagy bocsánat, a visszavásárlásnak, a kibocsátásoknak az üteme. Amuníció. Ez csökken. Kettő, például a forint esetben eltűnt a carry. Hát nagyon, teljesen nem tűnt el, de lényegesen lejött. Például három hónapos távon, tehát hogyha mondjuk a három hónapos papírokat hasonlítom össze, akkor 9%-ról lejött ilyen 2% környékére. Tehát ezek a devizák elvesztették a vonzerejüket, legalábbis most, bocsánat, a forintról beszélek, mert közben ugye a török lírában azért volt egy nagyon jelentős kamatemelés, hogy megállítsák az árfolyamnak a zuhanását, de ez mindent, tehát ez nagyon jól reprezentálja, vagy mondja nekem azt, hogy mi történik majd az emerging piacokon, és hogyha valóban az, hogy kezd megszigorítani a Fed, annak az az ok, hogy kezd gyorsulni az amerikai gazdaság, tehát már nem látja indokoltnak azt, hogy legyen pénznyomtatás, illetőleg kerüljön a gazdaságba plusz pénz, mert látja, hogy amúgy is, tehát betöltötte azt a szerepét a program, amire hivatott volt. Mert pedig ők megmondták, hogy csak a belső folyamatokra koncentrálnak, tehát nem is érdekli őket. Egyébként is az USA-nak az emerging piacokkal elenyésző a kapcsolatrendszere, ahhoz képest, hogy mekkora a belső piaca. Úgyhogy azt gondolom, hogy azzal, hogy megindul az USA-ba a szigorítás, az, és előbb-utóbb majd eljön az a pillanat, amikor lesz effektíve kamatemelés is, na ez a folyamat abszolút nem kedvez az emerging piaci devizáknak, illetve az ottani piacoknak. Én azért óvatosabb lennék ezzel a dologgal, és azt is megmondom miért. 2009-ben, amikor a hatalmas pénznyomda elindult Amerikában, akkor mi azt prognosztizáltuk, hogy ez egy olyan inflációs hatással fog járni, ugye, ami nem következett be. Szerintem ez az a pillanat, amikor a közgazdaságtankönyveket gyakorlatilag újra kellene írni, mert azok a folyamatok, amik tankönyvi alapon szerepelnek, egyébként nem feltétlenül szolgáltatják. Közbevágok, mert ez egy óriás, szerintem egy óriási félreértés van, hogy mi történt ebben a pénznyomtatás szakaszban, mert valójában mi történt? A Fed elkezdte megvenni a bankoktól a hosszú papírokat, és adott helyettük rövid papírokat. De mi történt ezzel a pénzzel a bankoknál? Meg lehet nézni, visszament a Fedbe. A Fed mérlegfőszege háromszorosára nőtt, ha nem többszörösére. Tehát az M3, ami méri a gazdaságban lévő pénzmennyiség, nem nőtt. Tehát ezért nem volt inflációs nyomás. De akkor ez buborék már megint, nem? Tehát nem, azért mondtam, hogy ez a várakozásokat menedzselték ezzel. Lejöttek, mert a hosszú papírokat vették, tehát azzal gyakorlatilag lehozták gyakorlatilag a hozamokat azon. Tehát a hosszú kamatlábakat menedzselték vele, hogy legyen
ösztönzőleg hason a beruházások. Egyébként hozzáteszem, hogy nem voltak beruházások, hanem helyette lett fogyasztás, ami nem egy jó párosítás. Ebből lesz majd lehet. Én majd, azért az infláció, mert nem volt kapacitás bővítés. Minek lett volna? De nem feltétlenül ezt láttuk, Attila. Gondold végig azt, hogy a különböző eszközosztályok miképpen indultak el a kereslet útvonalán. Tehát ez nem csak önmagában egy állampapírpiaci jelenlétet jelentett, hiszen maga a pénzbőség, amit okozott ezáltal, ez a piac, mindenfajta, minden eszköze. Mindenki tavaly az S&P 30%-ot. De erről van szó. Az maga, hogy gyakorlatilag az eszközosztályok felmennek, és az értékük többet ér, és a benne lévő pénz ugye állandó, most független attól, hogy mi az értéke, de valahol ez egy profitot csinál, és a profit az pénztöbletet okoz. A pénztöbblet meg elméletleg ugye a válságvevőként jelenik meg. Ebből viszont határozottan az következik, hogy inflációs hatása lehetne, de nincs. És millió ilyen egyébként, nem ez az egyetlen egy példa, amit valójában mondani akarok, valójában nem is ez. Bocs, önmagában hanem... a pénznyomtatás, vagyis ez a kötvényvásárlás nem generál inflációt? Önmagában az nem, ebben igazom az Attilának, hogyha ugyanoda forog vissza, csak a hosszú lejártó papírokat visszavásároltak, az újak helyébe ment be a pénz, akkor a meglévő pénzáramlás az ebben az esetben nulla lenne, csak azért nem az, mert ez nem csak az állampapír piaci fejleményeket befolyásolt és okozta, hanem az egyéb eszközök iránti kereslet is határozottan emelte. Nem véletlen az, hogy a equity alapú dolgok is hatalmas szárnyalásban voltak az elmúlt években. Nekem az ellentmondás egyetlen egy, és ez egyébként a piaci alapellentmondás szerintem a jelen pillanatban. A quantitative easing kell, mert a gazdaság nem úgy teljesített, ahogy teljesített. Ha viszont elkezdem kivonni, az azt jelenti, hogy a gazdaság már úgy kezd teljesíteni, amint valójában szeretnénk látni. Magyarán a negatív környezetbe való beavatkozás a piacokra pozitívumot hoz, de hogyha abban a pillanatban, amikor pozitívá válnak a makroadatok, én elkezdem a könnyítést megvonni a piacoktól, akkor az meg negatívot hoz. Tehát gyakorlatilag pont az ellentétes irányba mozog, és ez nekem hosszú távon egy lehetetlenség. Tehát én úgy értékelem, hogyha a gazdasági mutatók és alapvetően a gazdaság teljesítménye makro alapon jó, akkor az a mikro alapon is pozitívumot jelent. Így módon az equity alapú termékeknek igenis van esélye arra, hogy árfolyamként emelkedjenek. De itt van egy érdekesség megint, azért amikor ezt bejelentették, hogy lesz quantitative easing 3, azt is bejelentették, hogy mikor lesz ennek vége, és ez pont 2014-re esett, és ezt a lépéseket kezdtük megtenni, vagy kezdte a Fed megtenni. Így én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy meglepetésre nincs okunk. Ezt vártuk és tudtuk. Igen, a Ferihez csatlakozva azt mondanám, hogy nem mindegy, hogy honnan indul ez az egész. Milyen értékeltségi szintekről beszélünk. Nem, azt nem mondom, hogy kirívó lenne az amerikai piacnak az értékeltsége, de azt látni lehet, hogy rekordszinten vannak a vállalati fedezeti szintek. Ez igaz. A kapacitás, tehát mindig mondják azt, hogy van ez az output gap, ami azt jelenti, hogy a potenciális kibocsátásához képest hol van a gazdaság. Ez nagy volt, és ezért volt erre annak, hogyha jön pénz a gazdaságba, akkor ez a gap záródjon anélkül, hogy inflációs nyomás keletkezzen. Na most ez a gap elkezdett záródni. A kapacitások, kezdjük utolérni magunkat a kapacitásokba, egyébként ezért sem volt beruházás, mert minek, hogyha annyi fölös kapacitás. Igen. A gond, hogy de ez Magyarországon nem volt beruházása. Nem, Egyesült Államokban sem volt. És kérlek szépen, elkezdenek emelkedni most a bérköltségek. Ennek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb föl fog menni. Tehát fölgyorsul az áremelkedések, ugye, mert az infláció de emelkedni ott vagyunk, fog. Azt mondjuk, hogy ennek kellene következni, de hogy valójában mi következik, persze egyértelmű. De a piac azt akartam mondani, hogy fél évvel ezelőtt beáraszta, vagy egy évvel ezelőtt lassan beáraszta azt, ami jó. Egy másik dolog is biztos, hogy a fák nem lennek az égig, és azt tud esni, ami fölment, és pont az egy korábbi beszélgetésünkben mondtam, hogy a Wall Street farkasa kapcsán, hogy amikor ez megjelenik, és ezek korábbi filmek megjelentek, akkor utána esett a tőzsde, és azért gondoltam, hogy hát most is a tőzsde, hiszen magason van. Sokkal könnyebb ezt megkockáztatni, ezt a kijelentést, amikor magasak a részvényárfolyamok, mint amikor nem. Csak és a növekedés, és a növekedés. Az S&P 500-ból, ami 460 részvényt tudott emelkedni, ha jól tudom. Ez mondjuk egy eléggé furcsa állapot. De azért egy dolgot kérdeznék, Attila. 2004-ben
az OTP átfolyama kitörése után, ugye folyamatos szárnyalással kilépett a 2-3 ezer forintos kategória és indult fölfele. Hol kellett volna azt mondanunk, hogy már az égig nőtt, amikor a végállomás ugye 10.900 forintnál volt? Oké, csak azt mondom, hogy a folyamatban hol tartunk, ez egy megítélhetetlen dolog, hogy valójában mikor következik be az, hogy egy eladói hullám söpöd végig, vagy egyszerűen tőkekivonás söpöd végig a piacon. Én mindig azt mondtam erre egyébként, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Ha egy ideje esnek a különböző eszközök, akkor nyilván az emberek megijednek tőle, és még inkább esni fognak, mert el fogják adni azokat az eszközéket, amik az eszköz vásárlás alapjét képezik. Egy nagyon fontos gondolat szerintem. Az pedig az, hogy valahogy a világ olyan, hogy az eső trendek rövid ideig tartanak viszonylag, az emelkedő trendek viszont sokáig. Ez egy olyan dolog, mint ahogy a pénzt keresik, ugye? Valami nehéz megkeresni a pénzt, és oly könnyű elkölteni. Megkeressük, elköltjük, de alapvetően növekedés van. Ma a világban ezzel fejezném be az én gondolatomat, hogy a tőzsdeindexek a mindenkori maximumoktól 10%-on, a meghatározó tőzsdeindexek, nem Magyarországra gondolok, és a emerging marketekre, hanem Amerikára, a DAX-a a mindenkori csúcsértékektől 10%-on belüli értéken helyezkednek el. Ez viszont igazolja az Attilát abban, hogy a csúcson vannak, és innen könnyű esni. Ha ez bekövetkezik, akkor gondolom azt egyébként, hogy a mi piacunkat is nagyon keményen megüthetik, így módon a forintot. Én még egy gondolatot tennék ehhez hozzá, hogy én szerintem a világ minimum ketté szakadt, van egy nagyon erős és kilábaló Amerika, és egy kevésbé erős és integráns Európa, és én azt is vizionálom, hogy nem feltétlenül egyformán fognak itt esni az eszközárak, hogyha részvényárfolyamokra koncentrálunk, csak egy amerikai piacon, ahol beszéltünk, hogy volt egy QE 1, 2, 3, és ezeknek volt pozitív hatása is, ha ki mennyire hisz benne, de mindenképpen látjuk, hogy azért történt valami mesterséges eszközökkel, saját részvényvásárlással, így vagy úgy, de a kereslet is megélénkült. Ez tovább folytatódhat. Európában itt még nem tartunk, én azt gondolom. Szóval amikor ez a korrekció bekövetkezik, én úgy látom, hogy Amerikában nem feltétlenül kell akkor a korrekciónak bekövetkezni, vagy gyorsabb és kisebb lesz, és kevésbé fog eltartani, mint a világ többi részén. Attila, egy végszó. Igen, én visszatérve a forintra, mert végül is ez volt, szerintem tartós nyomás alatt van, ennek nagyon sok oka van, hogy miért, gondolom így makrogazdasági oldalról nézve is, akár nem lesz olyan költségvetési megszigorítás, ami a korábbi években volt. Ez ugye azt jelenti, hogy ez egy gyengébb történet. Az MNB nem fog kamatot emelni, ameddig nagyon rá nem kényszerítik a külső tényezők. A folyó fizetési mérleg többletünk az nem lesz olyan mértékű, mint korábban volt, tehát valószínűleg lesz egy nyomás a forinton, ugyanakkor az equity-re relatíve optimistább vagyok, mint mondjuk a fejlett piacok esetében, mert azt mondom, hogy itt annyira alulértékeltek a részvények, hogy ezt megtalálhatják, csak nehéz proxit találni arra, hogy te meg tud játszani a javuló makrót Magyarországon, mert mindegyik részvényt, ha külön-külön megnézed, OTP-nek megvan a maga baja, Richternek megvan a beteg baja, mind. A Matávnak megvan a baja, a Richternek megvan a maga baja, a MOL-nak megvan. Ne haragudj, a Matáv az melyik részvény? Bocsánat, az Magyar Telekomnak megvan a maga problémája. Ez a baj, amikor valaki 20 éve van a piacon. És ezért, nem is létezik a részvény, ami létezik. És amikor külföldivel találkozol, és mondod neki azt, hogy Magyarország a makro oldalról nem egy rossz történet, akkor megkérdezi, hogy jó, mi keresztül játsszuk meg, és akkor azt vesz egy mély leveget, és azt mondod, hogy itt vannak ezek a lehetőségek, de várjunk még.